Köszöntöm nézőinket, Nagy Éva tanárnővel beszélgetünk, hiszen itt a nyár, és hamarosan a vasárnapi iskolásoknak ismét lesz tábora. Hogy hol is lesz ez a tábor, arról fogom önt faggatni, viszont egy picit beszéljünk a vasárnapi iskola alapítványról és erről az egész mozgalomról, hiszen nem mindenki tudja, hogy mi is ez pontosan. 2005 óta járunk Erdély szerte, leginkább a Partiumban vasárnapi iskolás foglalkozásokat tartani. Mi innen Karcagról már 10. éve a Fekete-Körös völgyét járjuk, és ott végzünk önkéntes szolgálatot. De az idén már több kollégánk van, aki például a Felvidékre, vagy Kárpátaljára, vagy a Délvidékre jár. Tehát egészen kiszélesedett már ez a mozgalom 10 év alatt. Mi itt a gimnázium tanárai a Belényesi medencében járunk. És a kinti gyerekeknek magyar történelmet, magyar irodalmat, magyar kultúrát próbálunk oktatni. De igazából mi nem tanításként fogjuk ezt föl, hanem foglalkozásokat tartunk. És azon kívül, hogy a magyar kultúrát próbáljuk nekik, magyar nyelvet próbáljuk nekik átadni, azon kívül rengeteg játékot és kreatív foglalkozást is tartunk. És egy közösségépítés, közösségápolás is a célunk. És hát azért mi is beszámoltuk már több alkalommal a gyűjtésről, hiszen a karácsony az mindig a jótékonykodásról szól, Kárpátaljára is, tehát van a vödör akció, van a cipősdoboz akció, tehát nagyon-nagyon sok gyermeknek tudnak itt segíteni. Így van, minden évben innen a gimnáziumból a gyerekek, illetve a kollégák azok, akik cipősdobozba ajándékokat gyűjtenek, és kivisszük a mi gyerekeinknek, a kinti gyerekeknek. Mi 4 településre járunk évek óta, Belényesbe, Városfenesre, Körös János falvára és Belényes Sonkolyosra, és ott kb. 60-80 gyereknek szoktunk személyesen névre szóló csomagokat készíteni. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy azért többször beszéltünk már önnel is, Szatmarini Erzsikével is, tehát mindenki tudja a csomagolásnál is, hogy igen, mondja a nevet, igen, rögtön mindenki előtt ott van az arc, és tényleg igaz, amit ön elmond, mi is tapasztaltuk, hogy személyesen, hogy ő minek örülne. Tehát azt hiszem, hogy ez tényleg egy igazán fantasztikus lehet ott látni a gyerekeket, amikor ezeket az ajándékokat átveszik. De a nyári tábor az miről szól? Most a nyári tábor napközis jellegű tábor lesz. Ez azt jelenti, hogy Városfenesen, a Györfi István Táj és Népismereti Otthonban várjuk a gyerekeket. A Vúra család építette ezt a központot, és ott látjuk vendégül a gyerekeket, napi 3-szor étkezés biztosít nekik ez a család. Mi pedig a foglalkozás anyagát visszük ki. Rengeteg mindennel készültünk, forgószínpadszerűen kb. 60-120 gyerekünk lesz. Ezt azért nem tudjuk pontosan, hiszen a 8 Belényesi medence települése van meghívva. Az ottani gyerekek vannak meghívva, és bárki jöhet. Tavaly is kb. 120-an voltak. Tehát most is erre a létszámra számítunk. Ezért beosztottuk őket csoportokba már így előre, és különböző programokat szerveztünk, önismereti játékokat, mondókákat, nyelvi játékokat, pszichológiai játékokat, logikai feladatokat, rovásírást tanulunk, de természetesen az énektanulás is szerepet fog játszani, illetve rengeteg kreatív dolgot fogunk készíteni, gipszfestés lesz, színes papírból fogunk hajtogatni, teatasakot hajtogatunk, kulcstartót készítünk, tehát elég sok mindent tervezünk a gyerekeknek. És kikkel, melyik kollégákkal valósítja ezt meg? Hát a régi csapat, Szatmáriné Erzsike, Selmeci Edit, Nagy Jánosné Irénke, Kovácsica, illetve jönnek az újak is, szerencsére ők már nem annyira újak, hiszen már egy pár év ők is járnak, Pornétasi Ildikó, és most ugyan nem fog jönni, de Szentesi Zoltán is szokott járni, de most ő nem tud jönni velünk.
És ez mikor lesz az a tábor? Ez már a jövő héten lesz, úgyhogy most már az utolsó simításoknál tartunk, és szerencsére most egy picit bővebb forrásunk volt, hiszen az alapítvány, a vasárnapiskola alapítványon kívül a Református Egyházközség itt Karcagon is támogatott bennünket. Az alapítvány fizette a gyerekeknek szánt könyveket, füzeteket és írószereket, és itt az egyházközségtől pedig kaptunk támogatást arra, hogy a gyerekeknek édességet, cukrot, csokit, süteményt vigyünk, illetve természetesen a fénymásolás, a projektor, a laptop és a hasonló dolgokat is innen az iskolából és az egyházközségből kapjuk. Akkor minden adott egy fantasztikus nyári táborhoz. Én azt kívánom, hogy az időjárás is kegyes legyen, és tényleg ezek a programok megvalósulhassanak. Reméljük, hogy tényleg szép időnk lesz, mert a Györfi Tájház udvar az nem túl nagy. A terem az szép nagy terem, de csak úgy tudunk elférni, hogyha tényleg szép idő lesz, bár ugye sok jó ember is eljön és elfér, de azért reméljük, hogy szép időnk lesz. Reméljük, és akkor majd egy élménybeszámolót várunk, amikor visszajönnek. Köszönjük szépen! Mindenféleképpen, és én is köszönjük!